Jó estét! Egy olyan művész lesz vendégem elsőként, aki hát igazából a táncvilágából ismer, de amit csinál, az annál több, meg messzebb mutat, meg talán egy kicsikét másról is szól, de hogy miről szól, ezt majd remélem megtudjuk itt a következő majd fél órában. Román Sándor 48 éves táncművész, a Honvéd együttes szólistája, majd karvezetője, koreográfusként Novák Ferenc munkatársa. Fellépett számos táncfilmben, elnyerte az Év táncosa, majd a Harangozó Gyula díjat. Tanított és koreografált Észak- és Dél-Amerikában, fellépett minden kontinensen. 1997-ben megalakult a Román Sándor Táncszínház, ebből született az Experidence Tánctársulata. Érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának tagja. Szervusz! Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Ez egy egészen elképesztő és befejezetlen történet eddig is, ami ebből a névjegyből, ami egy zanza tulajdonképpen egy ember életéből, csak egy szűk keresztmetszet kiderült. Te ennyire nagyon jó táncos voltál, mint amennyire ez látszik? Igazság szerint ezen én nem gondolkodtam. Azt tudom, hogy ezt szeretem a legjobban csinálni. És mindig megtettem mindent, hogy ezt a képességeimen túl is, tehát időt, energiát nem kímélve, ebbe tettem a legtöbb energiát. És úgy gondolom, hogy a közönség ezt érzi. Tehát amikor egy előadó művész, vagy egy alkotó minden egyes idegsejtjével arra koncentrál, hogy azt, ami benne van, a lehető legjobban kifejezze, azt a közönség érzi. Ez honorálta a pályafutásod? A rengeteg munkát, amit beleraktál? Tehát nem a született tehetséget, a megszerzett képességeket, hanem a rengeteg munkát? Én úgy gondolom, hogy egy olyan típus vagyok, aki építeni szeret. És akkor, amikor az ember épít, akkor mindig valahol tart ebben az egész építményben. Tehát van, amikor az alapokat teszi le, van, amikor építi a falakat, az ablakokat, elkezdi faragni, hogy az szép legyen, elkezdi díszíteni, és akkor, amikor már ez az építmény megvan, akkor már nem is ő fontos, tehát nem a személyem a fontos, hanem a maga az építmény. Tehát, hol tartasz ebben az építkezésben? Most ott tartunk, hogy ez már egy brand, és én is csak része vagyok az egésznek. De befejezett épület? Nem. Ez egy soha nem befejezett épület, hiszen én valamit átadok az utókornak, és majd jönnek azok az emberek, akik ezt jobban fogják csinálni, mint én, vagy legalábbis hozzátesznek annyit, hogy ez bővülhet és szép lehet, hiszen mi most egy brandet építünk, és a brand építés, ez csúnya szó, tehát igazság szerint mi letettük azokat az alapokat, amire lehet azt építeni, ami hosszan és a jövőben nyúlóan fönnmaradhat. Na de abban az emberek kicsit bele is döglik, nem? Amikor letett valamit, amikor ő maga valami, és a Román Sándor névhez adott esetben fűződik valami, és akkor majd jönnek mások, akik ezt átalakítják, tovább építik. Hát ezt már most is lehet látni. Igen, de ez egy nagy nyugalom, hogy több olyan alkotónak, vagy előadó művésznek, vagy akár olyan menedzsmentnek érdeke az, hogy ehhez a dologhoz hozzátegyenek, mert ilyenkor megnyugszom, hogy van értelme, hiszen... Követnek, másolnak, vagy lopnak? Mindegyik jó. Mindegyik jó? Persze, hiszen hozzátesznek. Tehát azzal, hogy követnek, nagyon örülök neki, hogy egy iskola, egy stílus alakul ki, és ha másolnak is, az is egy jó érzés, hiszen akkor az ember azt mondja, hogy már klasszikussá vált. Ami fontos az, hogy az ember újra és újra meg tudjon újulni. Újra és újra találjon olyan embereket maga mellett, mint a társulatban, akik a színpadon elégnek, és ezért az egész experience-ért a tehetségüket és az energiájukat odaadják. És vannak olyanok, akik az ötleteikkel egyre jobban kezdik megújítani. A megújítás olyan irányban halad, hogy mi 13 év alatt Magyarországon egy nagyon jó népszerűségre tettünk szert. Na ezt akarom kérdezni, nem menj tovább, mert erről úgy is fogunk beszélgetni. Az ember azt gondolná, aki nem ért hozzá én, hogy a magyar néptánc, a magyar népzene az egyik legtutibb, a legbiztosabb exportcikke lehet a magyar kultúrának. Tehát ha valamiben különlegesek vagyunk, ha valami csak mi vagyunk, az például biztos az, amit ti képviseltek. Ezt ráadásul megfűszerezed a 21. századi showval. Elviszed az egészet egy sokkal emészthetőbb, populárisabb, népszerűbbnek látszó világba. Hát ennél biztosabb világsiker nincs.
Meg azt is gondolnám, hogy mit tudom én, Párizsból Moszkva felé félúton, és onnan majd Tokióba mentek, de azért leszálltok Ferihegyen, megmutatjátok az új előadást, és akkor irány New York, mint ahogy számtalan társulat van a világon, amelyik így él az életet. Ehhez képest itthon éltek. Ez a világhír, ez nem jött össze? Ez év novemberében az Experience és jó magam koproducere lett egy nagy német show-nak, amit november óta Ausztria, Németország és Svájc nagyvárosaiban minden hétvégén 4 előadást csinálunk arénákban, tehát olyan 40 ezeren látnak. Na de itt önmagatok vagytok, vagy másba tagozottok be? Az a úgymond eszencia, ami az Experience-be összegyűlt, az ott van ebbe a showba. A németek nagyon szeretik ezt a stílust, amit mi csinálunk, és ezt transformálni kellett az ő igényeiknek megfelelően. Más kell itthon és más ott? Így van. Miben mások? Ők éppen nem mennek le a dolgok olyan mélységére, mint ahogy mi szeretjük itt Magyarországon. Tehát amikor egy történelmi showt, az 1001 évet, aminek most volt 500. előadás a Szolnokon, mi nagyon megérintjük az embereknek a lelkét, mi nagyon lemegyünk a mélységekig, hogy a gyökerekhez. Tehát próbálsz történelmi pontossággal, történelmi alapokon építkezni? Így van. Kint ebben a showban ez a fajta mélység nem szükségeltetik. Ott igazság szerint csak az emberekre való hatása fontos, hogy mik azok a hatáselemek, amelyek elérik az embereket. Ó, hát de téged ezzel szoktak vádolni itthon is. Hogy az egész hatásvadász, és hát hol van az autentikus népi kultúra? Az autentikus népi kultúrát nem lehet elfelejteni, nem lehet kidobni, az ott van bennünk, ez egy anyanyelv. Tehát akkor, amikor az autentikus néptáncról beszélünk, tudni kell, hogy vannak, akik ennek a hagyománynak az ápolói, tehát abban a... De te magadra például így gondolsz? Nem. Én ennek a hagyománynak a felhasználója vagyok. Én úgy gondolom, hogy ez az autentikus néptánc, ez egy anyanyelv. Ebből az anyanyelvből lehet novellákat, regényeket, sztorikat írni, és ezeket elő lehet adni úgy színpadon, hogy ebből lesz egy másfajta hagyományérzés. Ez egy experidens stílus, hogy ezt a technikát, amit autentikus néptáncnak nevezünk, és mások zseniálisan hagyományőrzés szintjén be is mutatják, és meg is őrzik. Az Experience ezt a hagyomány technikaként, tehát elemként használják föl, mint említettem, anyanyelvként, és ebből mi rengeteg olyan dolgot építünk, ami esetleg könnyebben átmegy a mai ember érdeklődési körébe. Ez szokás egy kicsikét lenézni a néptáncos körökben? Nem. Erre szokták azt mondani, hogy na jó, de. Nem tudom, én úgy gondolom, hogy az Experience nem egy megosztó, hanem egy összehozó. Na jó, akkor kérdezem másképp, téged kiközösített a saját szűkebb családod, a néptáncos világ? Úgy indultunk a Honvéd együttesben, hogy én nagyon erős folklorista voltam. Tehát Tímár Sándor növendékeként szerte az országban és az ország határon kívül, ahol magyarok laktak, ott én gyűjteni jártam, és nagyon erős gyökerem is volt, hiszen a szüleim, ők gyöngyösbokrétás táncosok voltak, hagyományőrzők, tehát maga ez az egész autentikus véna, ez itt van bennem. Most ehhez képest közösítsenek ki, mi? Egy család vagyunk, tehát az, ha valaki úgy gondolja, hogy más csinálunk, az egy reflex, hiszen neki az a dolga, hogy védje ezt a kultúrát, és védje abban az állapotában, ahol ő így megtalálta. Tehát az ő dolga, hogy azért mindent megtegyen. Az én dolgom pedig az, hogy erre felhívjam a figyelmemet, illetve mindenkinek a figyelmét, hogy van egy ilyen zseniális kultúra. Tehát mind a két tábor ugyanazt teszi. Az egyik a maga módján, én pedig a magam módján. Te mindig ilyen megértő vagy? Azokkal szemben is, akik mondjuk támadnak? Vagy azokkal szemben, akik elhagytak? Inkább nyitott vagyok. Tehát próbálom őket is megérteni, hogy amit én teszek és csinálok, illetve már nem csak én, hanem ez az egész társulat, amit tesz, ezt kívülről mások hogyan látják. Neked volt egy nagyon erős iskolád, ugye az a névéből is kiderült, hogy a Honvédban dolgoztál nagyon sok egy Novák Tatával, ahogy azt a szakmában mondani szokták. Az együttesed, amikor megalakult, nagyon erős együttes volt, technikailag is, egyenként is.
Lehet ezt újra és újra építeni? Kell. De van kivel? Van. Hát az már a mi feladatunk. Tehát a mi generációnknak a dolga, hogy azt, amire nekünk időnk volt, tehát lenyúlni a gyökerekig, ma a rohanó világban valahogy ezt át kell adni. Tudnélik, akkor nem marad fönt. Nem lesz az az építmény olyan erős, mint amire mi számítunk, amit én úgy gondolok, hogy erős, és ezért nekünk nagyon-nagyon komolyan kell azzal foglalkozni, hogy lehet, hogy a mai fiatalság egy kicsit úgy gondoljuk, hogy felszínes, de a mi dolgunk az, hogy elvigyük az információt hozzá. Amikor elkezdted, akkor ugye a mások iskoláin alapuló tudást használtad. Most már a saját iskoládon alapuló tudást használod? Tehát most már olyan fiatalokat keresel, akik majd megtanulják a Román Sándornál? Így van, hiszen idén, decemberben debütál a második tánckarunk, illetve ez már a harmadik tánckar, mert van a nagy tánckarunk, van a kint a német tánckarunk, illetve most lesz egy újabb magyarországi tánckarunk, és az utánpótlás kell, hiszen a táncművészeti főiskola 5 évenként engedi ki a tanítványokat, akikre én számítok, illetve akik abban a stílusban lettek képezve, ami nekem jó, és ezt az 5 évet már lassan mi nem tudjuk kivárni, és ezért kell egy iskola. Hú, de bonyolult ez te. Hát rendesen belevágtad, hogy milyen főnök vagy. Azért azt megkérdeztük egy kollégától. Halljuk. Tőle kaptam az első olyan instrukciókat, ami meghatározta talán a táncos pályafutásomat. Teljesen más módon és újszerűen közelített a néptánchoz már akkor. Nagyon ösztönző volt. Rengeteg anyagtudással rendelkezett, volt koncepciója, és vezette a kezemet. És ez megragadta azóta az elmúlt 20 évben. Egymásból merítkezünk, nagyon sokat tud adni, viszont nagyon sokat tud elvenni tőlünk. Támaszkodik a mi egónkra, a mi tehetségünkre, a mi tehetségünkre, és ez viszont is igaz. Kemény ember, azt hiszem. Kemény ember, van tartása. Nem pózőr, de azért mindig megtartja azt a bizonyos távolságot, ami azt hiszem természetes és helyén való. Hát nem vagy egy könnyű főnök valószínűleg. Hát ezt azért nagyon kemény kézzel kell vezetni, és hát tudni kell, hogy emberekkel dolgozom. Minden nap emberekkel dolgozom, számítani kell arra, hogy ki hogy kell föl, kinek milyen volt a másnap, és kinek milyen lesz a... De abból kell kiindulni, hogy mindent minden nap ki kell venni belőlük, ami bennük van, miközben meg kell simogatni őket, hogyha erre van igényük éppen? El kell jutni valahová, és hogy ez egy folyamat, és a folyamat is egy időtartam, és nekem abban az időtartamban kell ügyesen gazdálkodnom az ilyen. És olyan főnök vagy, aki kimondja azt, hogy vagy megszoksz, vagy megszöksz? Nem. Én nagyon megválogatom az elején, hogy kivel dolgozom, és utána akiket én kiválogattam, azt valamilyen szinten itt is tartom. Na, akik ott hagytak, velük például milyen a viszonyod? Ugye volt két hullámban talán, volt egy nagy hullám, és volt egy kisebb, amikor távoztak az együttesből, gyakorlatilag újra kellett szervezni az együttes pár év alatt. Velük megmaradt a jó szakmai kapcsolat, vagy konkurensként néztek egymásra ma már? Igazság szerint én örülök neki, hogy lettek követők, hiszen amikor mi együtt kezdtük, ők itt valamilyen eszme szerint kezdtek el dolgozni, és az az eszme menet közben alakult, tehát akik úgy gondolták, hogy nem a fele tartok, ami fele mi annak idén elkezdtük, azok maradtak annál, amit mi elkezdtünk közösen. Tehát alapvetően nem kiváltak, csak azt, amit mi elkezdtük, azt ők másképp akarták folytatni, illetve azt akarták folytatni, önálló, amit elkezdtünk. Uh-huh. Én akartam ez mindig egy nehéz helyzet lehet. Ez megint ugye arról szól, hogy ezt tolerálni kell, vagy ha nem tolerálod, akkor is el kell viselni. De ez törvényszerű. Ez ugyanolyan, mint amikor az ember gyereket nevel, törvényszerű, hogy a gyereke másképp gondolja ugyanazt, illetve egy dologról ketten másféleképpen gondolkodunk, de engedni kell, hiszen egyről beszélünk, csak ő másképp akarja azt megvalósítani, mint én. Van két ember egészen biztosan az együttes történetében a kialakulás környékén, aki kihagyhatatlanok rajtad kívül. Az egyik Svajda György, aki elhívott Szolnokra, és szerintem neki két dolgot köszönhet, az, hogy elhívott Szolnokra és lehetőséget adott egy együttes kialakítására, meg hogy kirúgott Szolnokról, és ezzel lehetőséget adott, hogy önálló pályára lépj. Így van.
De ez az utóbbi, ez mikor tudatosult először benned, hogy nagy jót tett azzal, hogy felmondta a szerződésedet? Ez akkor tudatosult, amikor abban az átmeneti időszakban az ember még jobban odafigyelt arra, hogy megvédje azt, amit fölépített. Tehát adminisztratív is mögé kellett állni az együttesnek, tehát akkor lépett ki az ember abból a kényelmi pozícióból, amikor csak művészként volt benne, és művészként tartotta össze, és egy művészi véráram tartotta össze ezt az egész csapatot. Tehát neked az a szerencsétos vagy, hogy a Györgynek hála létrejöhetett, és ráébresztett aztán arra, hogy nem lesz állami mecenatúra, hogy nem lehet más pénzéből fennmaradni? Ő valami olyasmire kényszerített, amit ő tudott, hogyha meg tudom csinálni, akkor ennek lesz jövője. És akkor találtál egy embert, ő meg Vona Tibor, aki most is melletted van, most nem tudom, társtulajdonosként, de akkor befektető mecénás volt, aki meg hitt abban, amit csinálsz, és pénzt adott ehhez. Így van, mert ez egy nagy szerencse volt a 21. órába. Jött egy ember, akinek ez annyira tetszett, hogy mindent maga mögé dobott, ahogy eddig élte az életét, és idejött, és ezt építette velünk együtt. Ha ő nincs, akkor ma nincs a Román Sándor projekt? Nem tudom, szerintem létezik, csak nem ebbe az országban. Na, akkor visszakanyarodunk a másik kérdéshez, ami arról egy kicsit a németországi lehetőségre gel válaszolva kibújtál, hogy ez nagyon piacképesnek látszik a világban. És én azt gondolnám, hogy ennek nem itt a helye. Tehát nem a Ramkorosszeumban, ami szinte példátlan módon egy táncszínházi társulatnak a saját játszóhelye, vagytok nap mint nap, hanem hogy járjátok a világot. Ez miért nem jön össze? Ez megint sok pénz kéne igazából? Ha az ember komolyan akarja csinálni, akkor ezt meg kell alapozni. Tehát akkor vagy kint a világban, hogyha rá tudsz kapcsolódni arra a életmódra, amit a világ él. Ehhez nekünk kell egy olyan apparátus, ez kell egy olyan felépítmény, mint ahogy mi itt élünk 13 éve Magyarországon, ezt is fel kell építeni. Tehát hogyha mi egy nemzetközi társulattá szeretnénk válni, akkor olyan szövetségesek kellnek, mint most például ez a német csapat, akit hagyd mondjam, hogy ők választottak bennünket, és ennek a csapatnak a vezetője az a Péter Mielszín, akinek a édesapja a Monte Carlo-i balettet alapította, még a Gyagilevnél koreografált, és az ő édesapjának Picasso tervezte a díszletet, és Stravinsky írta a zenét. Nem rossz környezet, úgy művészileg. Nektek kik a versenytársaitok a világban? Azok a nagy sók, amelyek időnként eljönnek és megtöltik nálunk is az arénát, mondjuk a Cirque du Soleil? Igazság szerint nem tudom, hogy mi a mi konkurens csapatunk, konkurenseink, ezt majd az ügynökségek fogják eldönteni, hiszen ők fantáziát látnak bennünk, de bennünket föl kell építeni. Mm. Tehát egy brandet be kell vezetni a nemzetközi piacra, és ez legalább annyi idő, mint itt Magyarországon. De akkor mit csináltatok az elmúlt 15 évben? Az elmúlt 15 évben... Nem kérem számon, csak ezt most úgy mondod, mintha most kezdődne valami. Az elmúlt 15 évben először is ebből a társulatból, egy tánctársulatból lett egy brand. Ennek a brandnek lett egy színháza, ennek a brandnek lett egy nemzetközi kapcsolatrendszere, és ahhoz, hogy az ember, én nagyon féltem azt, amit felépítettünk, ez egy felelősség. Hány embert tartasz el ezzel a társulattal? Most már több mint 100 embert. Illetve hát a kintiekkel együtt 180-at. Már ez most tulajdonképpen mint egy leányvállalat, saját társulatként működik ott kint? Igen. Igen, elég komolyan. A következő 10 évben szerződésünk van ezzel a céggel, tehát én folyamatosan dolgozom. Hát akkor ez a kilépés a világba. Nem igazából ez lehetne a bázis, nem? Tehát ez egy referencia. Ez referencia, de ez is egy hosszabb út. Igazság szerint nem csak ez az egy ország van, akivel mi kapcsolatban vagyunk, de ez a kapcsolat már él. Más országokkal is kapcsolatunk van, és az elmúlt 13 év arról szólt, hogy az ember, amit felépített itt Magyarországon, én ezt nem szeretném, hogy elporladjon, és valahol máshol éljen. Én azt gondolom, hogy itt kell, és már van is az a vezetés, aki ezt a magyar felépítményt, mint egy erős bázist életben tudja tartani, és szerte Európába, illetve majd a világba. De az már nem te leszel? Te mész tovább? Én megyek tovább. Aha. Tehát lassan majd hívjuk Párizst vagy Londont, hogyha interjút akarunk a Román Sándortól? Nem, fontosnak tartom, hogy azért a
a családom, a gyerekeim azért kapják meg azt, hogy ők magyarok. Van két gyermeke, így ugye? Van, két kislányom. Ez a névjegyből lemaradt. Fontosnak tartom, hogy nekem jót tett, hogy én itt nőttem fel, itt kellett megküzdenem azt, hogy ott tartsak, ahol tartok, és fontos az, hogy itt érlelődjenek meg azok a gondolatok, amitől én majd a világban is az leszek, aki... Te még táncosként gondolsz magadra? Táncosként vagy inkább azért... most egy színházigazgató vagy, és most inkább az? Most eléggé összetett az életem, hiszen még szeretek táncolni, tehát a próbateremben kifejezetten imádom, amikor a táncosokkal együtt szűjjük meg. Még megmutatod, hogy mire gondolsz? Meg kell. Még ameddig lehet, meg kell mutatni, mert akkor érzi a táncos, hogy valamit kapott. De még úgy oda tudod vágni, mint ahogy megtetted 20 évvel ezelőtt? Tehát még érzed magadban azt a kraftot, ami kell egy népi táncosnak? Persze. Hát az nem múlik el. Tehát a néptánc pont azért ez jó. Ez a zsigereidben van? Igen, meg a néptáncról azt kell tudni, hogy mint a jó bor, hogy minél jobban érlelődik, annál tisztább a mozdulat. De amikor közben már itt fáj egy kicsit a térd, már ott fáj egy kicsit a derék, az már azért nem az ez a technika, érzés. Mert én olyan trénereket választok magunk mellé. A táncosaim nagyon le vannak terhelve. Ahhoz, hogy teljesítsenek, és egyre újabb dolgokat hozzanak ki magukból, olyan tréningre van szükség, ami jobban karban tart. Na, és oda én is beállok. Azzal gondolkozom, hogy azt mondod, hogy hát most akkor a külföld. Igen. Az, amit ti csináltok, az egy külföldi, nem magyar tánc anyanyelvű táncosnak megtanítható? Meg. Ugye a Flatley tánckarában vannak magyarok is, meg mindenféle egyik, náció. Egyik volt experience-es a tánc. Hát ugye. És akkor ez nyitott ez a társulat arra is, hogy jöjjenek csehek és franciák, csak tanulják meg? Igen. Igen, ez pont egy másik üzenet, ez a Come to See, hogy ez egy befogadó társulat, ez lehet nemzetközi társulat is, hiszen ez a magyar néptánc anyanyelv, ez tanítható, ennek van iskolája. Nem én találtam ki, még a Tímár Sándor alakította ki azt a pedagógiai logikát, amivel mi a tanítványok szerte Észak-Amerikában, Európában, Japántól kezdve Ausztráliáig bejártuk és tanítottuk. Ez egy olyan módszer, ami tanítható. A magyar néptánc a legjobban tanítható néptánc, és erre a legjobb pedagógiai rendszerünk van nekünk magyaroknak. Tehát azért vagyok nyugodt, mert tehát most az Appassionatánál is van olyan lengyel, aki olyan zseniálisan táncol, Öröngös Üzesi Ritka magyar, és amellett még tudja azt, amit hozott. Tanítható. Ez azt is jelenti, hogy az Experience szépen lassan majd lehet, hogy kilép a magyar népzenéből, és mondjuk, hogyha lesz egy lengyel, aki hozza, amit ő tud, akkor azt is beépíted, és lesz belőle egyfajta népek olvasztó tengelye, vagy tégelye, vagy a tengelye? Tégelye, lehet, mondták, lehet ez a jövő is, de a magyar Experience mindenféleképpen fönn szeretném tartani, és megvannak azok az új vezetők, akik erre képesek. Közben látunk kockákat abból, hogy éltek ti, hogy járjátok a világot, járjátok az országot, és hát viszitek a táncot. Ebben mennyi van még? A magyar néptánc és az egész estés produkciók együttese, ez hány ötletet bír még el? Rengeteget, hiszen úgy, ahogy a világ változik, mi is változunk, és körülöttem az emberek is, és a témák is változnak. Másképp gondolsz ma az együttesedre és a témákra, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor elkezdtétek, nagyon, vagy régebben? Nagyon, illetve olyan emberekkel vagyok körbevéve, akik szerte a világ, tehát világfik. Most is, amin dolgozunk, ezt majd januárban elárulom, olyan emberrel dolgozom, aki szerte a világba operákat rendez. Másképp látja a világost. A világ másképp működik, mint ahogy itt mi gondoljuk. És jó, amikor az emberek a szemét fölnyitják, hogy nézd, másképp is lehet. Te elégedett vagy? Én mindig elégedett voltam, mert amennyit haladtunk, azt én mindig megbecsültem. És az embernek akkor úgy kerek, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy mehetek tovább, mert van egy olyan... Mindig óvatosan haladtam tovább, és nagyon igyekeztem megbecsülni, ami van. És amikor úgy éreztem, hogy én ezt megvívtam, hogy a van az biztos, akkor mindig mertem tovább lépni. Én mindig akkor vagyok elégedett, amikor azt a kicsi lépést megtettem. A nagy dolgok, azok jöhetnek, és az jó, mert akkor nyitott az élet.
Na hát nagy dolgokat kívánok, és sok kis lépés és elégedettséget az egész társulatnak. Köszönöm. Meg neked is személyesen köszönöm, hogy eljöttél, picit nézzünk belőletek, jó? Köszönöm.